Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Szia Tibi! Jó érzékkel, Tibi! Hol a Tibi? Én már kaptam SMS Tibitől. Tibi, itt vagy? Itt vagyok. Szia! Nyomtam a kakakasza, Tibi, csak lekiabáltatok telefonon keresztül. Cső, Dombi! Szia, Tibi! Hello! Mi a helyzet? Hogy zajlik a forgatás? A várját, ezt még nem tudjuk. Ezt akartam mondani, hogy ebben a pillanatban annyira tudok beszámolni, hogy milyen a teljes kávé a büfében. Az egyelőre jónak tűnik. Illetve az sokat elárulhat arról, hogy ezek a bombák mennyire stabilak, hogy megkapta a beléptető kártyámat, de az van csak ráírva, hogy ideiglenes. Ez a biztos, ki tudja, kinél robban. Azt ugye elárulhatjuk most már, mert megírta az újság is, meg a internet is, hogy Liptai Klaudiával együtt fogjátok vezetni a Boom című televíziós vetélkedő műsort. A Dombi akarta kérdezni, ezt már előtt nekem így 8 előtt kérdezte, hogy a vetélkedő műsorban te mit keresel? Ő nagyon érdekes kérdés. Én is azt gondoltam, hogy nem jó irányba tárgyáztak, mert hogy egyszer láttam egy könyvnek a borítóját messziről, és már azt is untam. De hogy természetesen ez nem egy ilyen klasszikus értelembe vett, ilyen nagyon, nagyon vontatott, vagy olyan unalmas kvízműsor lesz, hanem ez egy abszolút szórakoztató, lendületes, ilyen kis pörgős, pajkos játék lesz, úgyhogy én majd gondolom inkább. Akkor megvan, hogy a Klaudia szerepköre, és te? Te szemétláda. Nem is én kérdeztem amúgy, de biztos rájöttél. Jani, bocsánat, az a baj, itt nem vagyok a tévéket tudva, egy baromi rossz a térerő, ha jól hallottam, csak annyira szakadjuk, ha jól hallottam, nagyon sok sikert kívánt, és boldogtan büszke vagy el. Egészen pontosan. Egyébként ezt mondta csak a saját stílusában. Azt tudjátok egyébként, hogy volt már egy Boom című műsor, egy ilyen 25 évvel ezelőtt egy szilveszteri különkiadásban, te emlékszel rá? Igen. Előbb játszottátok 10 percre, nem figyeltél nagyon, Dombi. De ez nem hangilag volt, az egy tévéműsor volt, egy ilyen 8 bites kis rakétácska ment, és pezsgős üvegeket kellett lőni, emlékszel? Onnan jött a mi boomunknak az ötlete. Ja, jó van akkor. Ha annyira megelőzte, az már akkor át. Az a hangi, jó van, oké. Okay. De én képileg összeraktam. Csak mondani akartam egyébként, hogy a stábban feltehetőleg nem mindenki hisz bennem, vagy próbál rávilágítani azért arra, hogy nem minden lett egyszerű. Nem mindenki. Mert a konfomba be volt írva egy ilyen, a tegnapi nap, amikor volt a próba, akkor olvastam, a játékosokat hívtuk be, és mondták, hogy érkezzenek a kvíztűszerészek. Kvíztűszerészek? És hát mondtam, srácok, nem tudom, megszámoltátok, hogy hány ezt van ebben a szóban, maradjunk már játékosnál, kösz. De pont ezért érted, mert ők hisznek benned, és azt mondják, hogy ezt te meg tudod csinálni. Ki bírom mondani? Hogy, én mondtam, hogy akkor ne álljunk meg itt. Miért nem mondjuk azt, hogy érkezzen 10 kvíztűszerész Láros Szürionból? Ez jó! Egy ilyeneket szerintem tette le ilyeneket. Neked való. És a megoldás a vesztaszüzek. Nem, mert volt tegnap volt egyik próbakérdés, tudod, ahol számok voltak. Ugye az eltézik a lényege, hogy először válaszokat kapsz, majd hozzá kapcsolódó kérdést, és utána hatástalanítanod kell egy bombát, úgyhogy elvágod a rossz válaszoknak a drótját. Ez a szűk keresztmetszet a dolognak. Aha. Bejöttek a számok, 50, 100, 500 ezer, és utána jött hozzá a kérdés. És próbáltam tudod kibetűzni, hogy hány valesi várt. A várszót azt láttam, de ez a vales, ez nem mondott úgy semmit. Úgyhogy igen, lesznek érdekes percek, hogy mindenképpen majd próbálok nagyon sokat olvasni, addig illetve megyek ki majd a napra, hogy megokosodjak. Az eddigi közös pályafutásotok Klaudiával például, ugye a nagy duettben ott műsorvezető volt, te meg zsűri tag, sőt szerintem elnök is, az zsűri elnök, az nagyon komolyan úgy ment, hogy ti osztottátok egymást. Ez megmarad a játékban? Hát nagyon azt láttam, hogy a Klaudiának bejövök. Uh-huh. De ezt tudtuk eddig is. Hát kinek nem, mivel, Tibi? Kinek baj, nem? Eddig ezt csak tőled hallottuk, tehát így picit egy fél oldalas ez a... Az a baj, hogy tegnap így megsúgta, hogy nagyon. Tehát, hogy állítom, nagyon rendben vagyok. Úgy, aha. Tehát most úgy testileg. Ez forgatókönyvnek ez része? Már ezt is olvasom, illetve újra itt van előttem a Valesi. De kellett már újra venni valamit? Nem, de csak egyetlen egy oka van annak, hogy még nem forgattunk. Tehát ma van az első forgatási nap. Tehát a próbafelvételek néha meg kell állni, és azt mondják, hogy újra, akkor nagyon nagy a baj. Tehát, hogy amikor még csak próbálgatunk, és már azt újra kellene, akkor nagyon bének vagyunk. De azért, hogy persze megmarad a csípkelődés, a Klauval meg nyilván menni fog folyamatosan az ökörködés. Tehát ez nagyon fontos része lesz ennek a műsornak, hogy ez tényleg egy ilyen szórakoztató kis kikapcsolódást tegyen estéről estére. Értelemszerűen, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne kulturálisan feltöltekezni, az valószínűleg ne engem válaszol. Én a királynő óta érzem, hogy neked helyed van a műsorvezetésben.
mert úgy izzadok, mint a legnagyobbak. Azt, azt kiküzdött, nagyon... az abszolút kiküzdötted, hát azt én nálam jobban nem izzadt senki. De mi ez valami, van erre valami protokoll, vagy lecserítetted a lámpákat? Nem, hát megmondom őszintén, hogy nekem beraktak egy ilyen UV-besugárzást, tudod, hogy én ott külön hadd izzadjak rendesen, hogy kitűnjek a tömegből. De egyébként a Tatácsilla is izzadt a királynőben, csak ő egy ilyen brutál dekoltásba izzadt. Tehát nem arcon, hanem a dekoltásban ment le a Niagara. Tehát... Igen, és valahogy ez könnyebben veszik, ugye? Hát igen, meg mondjuk egy verítékező nőnek a látványa, azt gondolom egy picit, hogy mondjam, szóval egy nyitottabb a férfi ember rá, mint mondjuk rád. Abszolút, de egyébként, bocsánat, hogy egy picit néha ilyen szaggatott a dumcsi, csak közben félkézzel éppen dolgozom valami, mert van egy ilyen beavatási rituálé. Ja, nagyon feszült, hogy is könnyítesz magadat? Nem, ez állítólag, most kimondtam a Klóval való közös munka, és állítólag mindig így szóta csinálni, ezért most nem akarom, hogy megszakadjon ez, hogyha most fönt fekszem már az öltözőben, és félkézzel kenem éppen magamat Nutellával. Ehhez kár volt ott korol elmenned. Igen, most kellem be magamat Nutellával, és csatolom fel a szájpetket, de nem tudom, mire készül Klau, de remélem, hogy klassz lesz. Neked van valami ilyen rituálid, amit televízió műsorok forgatása előtt végrehajtasz? Abszolút, az zuhany. Mert, mert tudjuk, nagyon... mert, de azt érezzük minden kedden itt bent. Igen, nekem nagyon fél évente forgatsz. Nekem nagyon fontos, minden új műsor előtt egy jó alapos zuhany teszek, így van. Egyébként nem vagyok babonás, tehát hogy azt gondolom, ezek a babonák azoknak fontosak, akik nincsenek meggyőződve magukról. Most például hát dolgoztok velem egy ideje, mire tippeltek. Tudja, semmi, neked semmi nincs, hát elég csak meghallgatni az itt beköszönő szignálodat, és minden világos. Figyelj, Tibi, még egy dolgot csináljunk már meg, amikor ilyen új televízió műsorokban szoktunk szerepelni és stábtagok, akkor mindig kitalálunk valami vezérmondatot, vagy pedig valami kis szavacskát, vagy egy mozdulatot, amit az első adásban meg kell csinálnia a műsorvezetőnek. De figyelj, olyat kell csinálni, ami ugye nem lóg ki nagyon a lóláb, abszolút lehet a műsor része, de mindenki, aki ezt a beszélgetést most hallgatja, amikor megnézi az első bumadást, akkor azt mondja, hogy igen, ez volt az, amit a fiúk megbeszéltek. Hát egy ilyen rohadt nagyot belerúgjak az első bombába, és így megnézzük, hogy felrobban idő előtt. Igen. Hát te ajánlottad, akkor igen. Na, az tökös dolog, nem? Te oda menni, azt mondani, hogy mit nekem ez a bomba, rohadt nagyot így belebikázok, és be. És te tudod, melyik a jó drót? Megmondom őszintén, hogy nem, de onnan lehet majd látni, hogyha kezdek szorongani, amikor látom, hogy rosszat vág el, akkor látni fogod, hogy bebújok a Claudia mögé. Ez még a bomba se kell. Vagy egyezzük meg abba, hogyha mondjuk felmerül Pőce Máriának a neve, akkor nem csinálsz poént a nevéből, jó? Valami. Igen, és Tom Cruise nem rokona a Petőfinek. Tom Cruise? Nem, Valesi. Ne ragadj le ennél, Tibi. Figyelj, a Tillától kaptál már hívást, hogy meg fog veretni valakivel a propaganda stábból, amiért lenyúltad a női. Nem, de tegnap ki volt túlva a kocsimnak minden négy kereke, és csak az volt, odaírva, Tilla, nem tudtam, hogy mit jelent. Hogy mi volt odaírva? Tilla. Igen, nem mondta be. Az jobb lett volna, ha úgy van kiszúrva, nem? Hát figyelj, szerintem egyenes az út a Csillagvirág klinikáig. Igen, hát azt mondom, akit én műtök meg, az beledöglik. Na, ezt ne engedjük már el, amikor a Balázs... Jó, mi legyen? Na, emlékeztek, az volt, ami mondatunk, hogy a kecske már az olban van, vagy a kecske már pajtában van? Pajtában miért? Van. Mindegy, mi ezt mondtuk a Balázsral, amikor egyszerre csináltuk a két műsorunkat, akkor ez volt a közös. Neked mi legyen? Volt ez a Justin Timberlake-es Janet Jackson-os történet, amikor... A Melvin Boy. Na, legyen ez! Te pervers, itt láda. Igen, de ráadásul ő nem is a Klaudiáit akarja látni, hanem a tiédet, tudod? Igen, hogy a Klauval kéne megbeszélni, hogy tép le rólad a pólót. Ne, azt megnézni, hogy a Klau letépi rólam a pólót, és akkor megmutatom a Hátyáhoff pásítomat. Na mi legyen? Mit csináljak? Várjál. Énekeld a Looking for Freedomot. Tényleg. Én megyek Hasselhoff koncertre, sajnálom. De teljesen teljesíthetőt kéne kitalálni. Olyat kéne kitalálni, amit tudod, hogy ez azért van, mert mi megbeszéltük. Nem illik bele, de meg lehet úgy csinálni egy mondatot, hogy belefér. Legyen az, hogy a kutya fáját erre nem is gondoltam. Vagy jó estét, hölgyek és urak. Ne. Az a kutya fáját erre nem is gondoltam, az jó. Ez abszolút vállalható, jó? Indításnak? Jó. Akkor valamelyik válasznál, hogy egy jó megfejtés után legyen, hogy a kutya fáját erre nem is gondoltam. Tekerjük még rajta egy kicsit, legyen az, hogy a kutya fáját, ez aztán blikfangos volt. Nem megjegyezted. Meg akkor a bors megharagszik. Ha mondjuk ez is. Na az lehet, igen, blikfangos volt, te kis huncut krisztűszerész. Na így, ez lesz a tökéletes mondat. Mikor mi a tökéletes mondat?
a kutyafáját, ez aztán pikflangos volt. Te kis kvíztűszerész. Huncut kvíztűszerész. Huncut kvíztűszerész. Volt ezt a végén, hogy így van, az orleáni szűz. De mások. Jó, de a kvíztűszerész legyen benne, a huncut is legyen benne, és meg a pikflangos. A kutyafáját. A kutyafáját, ez aztán pikflangos. Ezután a mondat után úgyis reklámblokk jön. Igen. Zancsi filmekben tudod, mindig az van, amikor valami elromlik, hogy adjatok be reklámot, mindig ez van. Vagy reklám, vagy új műsorvezető. Gyerekek, a kasza elkezdett meg is építeni, reklámot, reklámot. Szerintem ott lesz a Tilla azért beöltöztetve, bemikroportozva, biztos, hogy biztos. Igen, esik szét a csávó, esik szét a csávó! Az mennyire kellemetlen. Lógassátok be a Tillát! Az, hogyha volna egy ilyen, gondold el, hogyha TV2-ben volna egy ilyen vészforgatókönyv, amit hát ez már az. És egy ilyen B-terv, és ott lenne a Tilla nagyon felportozva, és abban a pillanatban belökik, amikor én felsülök. De azt gondolom, hogy ő most a filmjével van valamiben elfoglalva egyébként. Én nem is nagyon látom itt szorongani itt most a Rónában, úgyhogy emiatt a dolog miatt. Hát igen, de mondom, én úgy látom, hogy nagyon nagy a hit bennem, azért nem is akarom őket kiábrándítani, hogy kicsit többet remélnek ezt a dologtól, mint amennyi reális. Tehát, hogy de egyébként amióta ezt a műsort megkaptam, egyébként az egész testtartásom megváltozott. Tehát úgy mászkálok itt a Rónában, mint hogy enyém lenne a kerület. Mint a tévés lennél. És hát nem is, mint, tehát mondom, olyan, mint hogyha az ingatlan az enyém lenne. Tehát konkrétan jövök, megyek érte, mindenkinek nagyon intek, senki nem érte, hogy miért. Tudod, figyelj, és a Claudia nagyon-nagyon jól néz ki, vagy ultradögös? Hát figyelj, most azt mondom, hogy embertelen jól néz ki a Claudia. Tehát figyelj, megmondom őszintén, hogy azért is kerem most magamat, már dupla adag, a második réteg nutellát viszem most föl. Aha, akkor frissítő egy brómos teát kérsz, gondolom. Igen, egy kis brómos teával higgasztom magamat. Na, most büszke vagy rám, hogy tudtam, hogy mi a brómos mű. Nekem ez profi vagy, és nekünk ez már bróm se kell. Na, de azért, csak azért, hogy a Dombi megmutathasson egy másik erős oldalát. Na, van egyik. Dombi, egy refrén, egy jó hello idegen. Hello idegen. Na most eddig tudja, látod? Eddig tudja. Igen. Nem mondta, hogy ő azt a sort nem veszi a szájára, hogy nem hagy hidegen. Meg az, hogy reggel együtt kávézunk, vagy mit tudom én. Tehát ez, na. Ez nem tudom, hogy már szoftverrel is lehet szöveget írni. A Dombi megszemetett. Nem, megyünk együtt, csak szólok a kengyeli falunapra, és én egy duetre készülök veled, úgyhogy te még nem tudtad. Komolyan, ha bevállalod. Na jó van. Na, tesódnak mondja, hogy toljon fel nekem is egy sávot, és tényleg, megvárom. Mit akarsz te feltolni, te kis szemét? Egy sávot szeretne. Egy sávot. De figyelj akkor. Jézusom, nálam ez csak a ezért jelenti. Én nem tudom náluk a slangben mit jelent, én csak simán a keverőre gondoltam, de azért énekeljünk. De legyen már valami Krisztál klasszikus is, azt is rengetege ismerik. Tényleg az Ezer Hold és Némi Csillag. Némi Csillag, te szemét. Nem, az a százszor elején még, az nagyon jó volt annak idején. Igen. Ahogy ott táncoltál a Szilvi mögött, hallod? Igen. De még komoly picit azért, hogy ezt elviccelitek, hogy amikor meghallottál, tehát most azért úgy ültök ott benne, hogy egy büszkeségtől dagadó mellkassal, és hogy egyáltalán nem. Srácnak sikerül, tehát hogy nagyon, ilyen nagyon jó érzés. Én megmondom őszintén, én irigy vagyok, rám soha senki nem bízna egy műsorvezetést. Úgyhogy... De ennek is oka van, Dombi, hát ez a bombaállvány, ez rohadt magas, tehát te mögöld igazából csak integetni tudnál. Nézd, szerintem te is vezetsz műsor, szerintem már semminek nincs oka. Semminek nem lehet akadálya. Bármi történhet, akármi. Lehet, hogy kikötsz ott nálunk a Tétényibe. Figyelj, én nagyon büszke vagyok rá, Tibi, tényleg egy okkal több, hogy nézem a TV2-t, úgyhogy már van egy. Addig se készül új dal. Dombi. Én komolyan gondoltam. A Dombi azzal jött be, hogy a barátod. Így van, nagyon, és én komolyan gondoltam a duettet, sajnálom, hogy elviccelted ezt. Ez a hajó, ez elment. Megmondom őszintén, hogy rég szorongtam ennyire, hogy nem jött össze ez a duett, de valahogy kiheverem. Na megállj, akkor meghekkelem majd a keverőt. Én most már ott leszek, én beígértem a helyieknek. Na jó, akkor mi lett a kulcsmondat? Még egyszer? Jó, hát ne szórakozzam, már nem bírtam megjegyezni. Hát hogy fogsz így műsort vezetni a füledre? A kutyafáját, ez aztán blikfangos volt. A kutyafáját, ez aztán bigflangos volt, te kis huncut kvíztűszerész. Vagy. Ez az zseniális a memóriája. Figyelj, nagyon jó. Ezt valahova kérjük az első adásban, mikor lesz látható a ma fölvett műsor. Hát lehet, hogy soha, de... Jól van, majd figyelünk. Szerintem a YouTube-on. Mire az első adás lemegy, addig én még bőven jövök, úgyhogy majd akkor bekonfoljuk, hogy mikor lesz. Jó. Te tényleg az elsőbe csináld meg, és akkor a hallgatók ezt meg tudják nézni, és beszámolnak. Ugyanaz a stáb csinálja ki az XX-el?
Igen, a rengeteg műsort megértük. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem, illetve az, remélem, hogy azokat a babonákat, amiket ők csináltak, mi nem csináljuk. Az nem egy, de az nem egy csatorna éjszaka? De az is. Ja? Gyerekkorom a sok szép percet játszott. Figyú, Jani, nagyon sokat jelen nekem, akkor szorítasz, tehát érezhetem azt, hogy velem vagy egész nap. Egyértelműen. Mondom, miattad fogom nézni ezt a műsort, ez teljesen egyértelmű. Tőlem nem kérted, de én is szorítok. Nem véletlen nem kértem, Dombi. Köszönöm, Feli. Elvesztetted az egyetlen önkéntes néződet. Figyelj, Tibi, ha egy esetleg megszorultak, van még egy a 3-4 ezer darab kérdésem a széfből, amik nem kerültek be, mert nem voltak elég színvonalasak. Nekem meg van egy kilométer. Van egy kilométer narancsága kábelem a helyes válaszokhoz. De annyi, hogyha volna egy pár nagyon nehezen kiejthető válaszod, azt megköszönném, Jani. Tehát, hogyha melyik nem dél-francia sajt? A La Chose de Croix, de Brief de Chose, Tibi, elengedünk pihenni még a 10-es forgatás előtt, tényleg szurkolunk neked az egész stáb nevében, mondom ez, de csak én bólogatok, sajnálom. Ne felejtsd el a szájfényt, hogy csókos legyen a szád. De figyeljetek, nehogy valami nutellás maradjak, jó? Hogy próbálok mindent. Jó. Na, egy kalappal izgulunk érted, de tényleg. Hajrá. Jó? Hajrá, Tibi! Szevasz, Tibi! Szia! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.